rendszerhez, amit a Pilis lábánál megcsodáltunk. Tehát a Pilis lábánál jelenik meg az időszerű, időhöz, korhoz, Árpád-korhoz kötődő, itt pedig az időtlen. És kit szolgálnak a középkorban? Az időben működő középkorban? Az időtlen hegyet, magát a Pilist. És ennek a Pilisnek, ennek aztán tényleg megvannak a maga csodái, de hát szaladnunk kell tovább, ugyanis van egy nagy gond. A Pilisen belül nem csak ezt az oldalt nevezték Pilisnek, hanem a túloldalt is. Honnan tudjuk? Negyedik Béla idejében nem csak a Szentkereszti Kolostor alakult meg, hanem Pilis hegyén Negyedik Béla várat építetett, milyen célzattal? Hogy a Szűzmárja, vagyis régi nevén Nyulak szigetén élő apácáknak és az ő leányának a védelméről, a Pilis hegyéről gondoskodni lehet. Ez pedig mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a mai Margit sziget csak a Disneyland legújabb sorozataiban azonos azzal a Margit szigettel, ahol Árpádházi Szent Margit élte az éveit. És a dráma ebben az esetben micsoda? Előveszünk a mai Margit szigetről régészeti igényű leírást. Mit olvasunk? Így kezdődik. Ezen a szigeten valószínűleg Árpádházi Szent Margit soha nem élt. Miért? Mert ezen a szigeten azokat az épületeket, amelyek azon a szigeten voltak, azonosítani soha nem lehetett. Ez szól a szakmának. Na most innentől kezdve a szakma hazudós vagy nem hazudós? Hazudós. Miért? Mert egy romos templom oldalára márványtáblát tesznek, minthogyha Margit valóban ott élt volna. Holott ő tudja, mert így tanulta meg, ugyanakkor maga is rájött, hogy soha nem lehetett ez a Margit sziget. És persze hát Negyedik Béla, ami kiváló királyunk, ugye nagy valószínűség szerint néha megforgatták a tengelye körül, és egy kicsit olyan furcsán látta onnantól kezdve a világot. Miért? Mert azt mondja, Visegrád mellett Pilis hegye. Visegrád itt van. Mellette van az Árpád-korban egy Pilis hegy. Ezen várat építenek. Miért? Hogy a Dunában lévő sziget védelmét biztosítsák. Na most, kinek drukkolunk? Bélának vagy a tatároknak? Ugyanis, ha itt van a Margit sziget, akkor mit csinálnak a tatárok? Hát ezt az ember el szokta mondani, mondjuk egy lehet, hogy megtörtént velem, csak ilyen regressziós hipnózisba még nem tárult fel, hogy én magam voltam az a marcona tatárvitéz, aki annak idején arra gondolt, hogy hát nekem Margit királylány azért mégiscsak, hát azért mégiscsak, ha már megkérte a cseh király, megkérte a félvilág a kezét, akkor legalább egy tatárvitéz is kérje meg az ő kezét, megtudja, hogy a Margit szigeten él. Működik a hírszolgálat, és a hírszolgálat elmagyarázza neki. Nyugodtan mehetsz, mert mire ezek a marhák itt bent értesülnek arról, hogy innen elrabolták a lányukat, addigra te már a vereckei hágón a kedves királylányt kivitted magaddal. Most egészen egyszerűen bolondnak, hülyének, fejére ejtetnek nézik az embereket. És ez tényleg hihetetlen. Szóval itt már érzi az ember, hogy óriási gondok vannak. Hát legalább ilyen apró, nyilvánvaló dolgokban. Miért kell ennyire orcátlan módon hazudni? Miért? Mert Margit sziget kulcsfontosságú földrajzi pontja Budának. Mondom, értjük a problémát. Tehát, mivel Buda csak itt és csak is itt lehetett, na de milyen alapon? Hát milyen alapon? Hát Margit, hogy mondjam csak, hát király, kis lányka akkor, amikor a Pestújhegyi váron, a Pesti várat, vagyis a mai túloldalon, a Várhegyen lévő várat, Negyedik Béla megalapítja.
Tehát szó nincs arról, hogy ez Buda lett volna a negyedik Béla idejében. De itt bukhat meg minden. Tehát jobb hülyének nézni mindenkit egyébként bejön. Tehát ez bejön. Mert el nem tűnődnek azon, hogy hát itt van a Várvédőhegy, vagyis a Margit védőhegy. Na de a Margit sziget az ténylegesen budai sziget néven is jelenik. Megjelenik. Tehát az eredeti Budának egy tartozéka, sziget. És innentől kezdve tulajdonképpen ez az egész dajka mese borulna. Tehát jobb úgy csinálni, mint hogyha semmi nem történt volna. Viszont jön a harmadik tétel, és ez lesz az utolsó, mert az idő az elszaladt. Na most, Özséb testvér, hát gondolom észrevettük, fogalmunk nincs, hogy hol a Szentkereszti Kolostor. Megismerkedtünk a pilisi hegyek rejtelmeivel, megismerkedtünk a három templomrommal, vagy épület együttessel a pilis lábainál, meg lehetett állapítani, hogy tuti biztos, hogy nem. Ilyen vagy olyan alap adottságok miatt nem. És végig ott zakatol valami. Újra felolvasom. Özséb testvér kolostort épít a Szentkereszt tiszteletére, Esztergom közelében, 1250-ben, 4. Béla korában. Na most Esztergom közelében, ez pedig mit jelent? Ez azt jelenti, hogy nem Dömös közelében, nem Visegrád közelében, Esztergom közelében. Ez egy nagyon kegyetlen tétel. Mert a viszonyítási ala, ne felejtsük el, itt a Pilisen belül, már pedig az, hogy bent volt a Pilisben, ez nem vita téma. Tehát ezt minden józan, normális ember elismeri. Tényleg bent van a Pilisben. Na de bent van a Pilisben Dömös is. Bent van Visegrád is. Bent van még egy csomó más település is, például Szántó, például Kesztölc, és azért Kesztölc nem olyan, nehogy azt higgyük, hogy olyan kis periférikus hely. Hát a Képes Krónika is megemlíti Kesztölcöt. Királyi alapítású templom volt Kesztölcön. Tehát amikor a hercegek csatáznak egymással, Géza és Salamon és László, Kesztölcnek kulcsfontosságú jelentősége van. Tehát Esztergomhoz viszonyítunk, és ez okozza a legnagyobb zavart. És miért okozza a legnagyobb zavart? Mert Esztergommal nagyon cudar módon bánunk. Hát ne felejtsük el, a Szent Tamáshegy is Esztergomhoz tartozott. Külvárosok, Szent György pusztától kezdve, vég nélkül lehet sorolni, egészen Búbánat völgyéig, a Szamárhegy nagy valószínűség szerint, Vaskapu. Tehát nem tudom, hogy Esztergomot mekkorának tekintsem. Mert hogyha meglehetősen tágasnak tekintem, akkor lehet ilyen mellette lévő viszonyról beszélni. De jön az újabb drámai fordulat. Szenta kereszt jegye rajta, Özséb keze klastromot épít Esztergom mellé, hegynek az orma fölé. Na most jött a második tétel, meg kellett állapítanunk valamit. Nem lehetett lent a templom. Miért? Mert hangsúlyos módon jelenik meg, hogy hegynek orma fölé. Vagyis ez azt jelenti, hogy már kettő Szentkereszt templomunk van, és még mindig nem mondtunk semmi biztosat róla. Mert valamire nem figyelünk oda. És mi lehet a következő javaslat? Egy, ez is egy templom. Tehát amikor azt mondja, hogy Esztergom mellé, legyen egy templom. Kettő, most beleesünk látszólag a barlang számlálási hibába, és akkor ugyanabba a csapdába, amiben mások beleestek, de itt már mi jelenik meg? Nem Esztergom közelében, hanem Esztergom mellé. Na most a mellé az nem közelség. A mellé ebben az esetben azt jelenti, hogy én a gyertya mellett állok. Tehát itt van a gyertya, és mellette állok én. Ha itt vagyok, akkor már tulajdonképpen mondhatom azt is, hogy a letakart monitor mellett állok, vagy bárhol állok. Tehát amikor már arról van szó, hogy Esztergom mellé, akkor már közöttünk nincsen semmi. Tehát sem egy hegy, sem két hegy, sem három, sem völgy,
semmi nincsen. Egymás mellett vagyunk. Hegynek az orma fölé. Ez pedig mit jelent? Ez azt jelenti, hogy nem lent a völgyben, hanem fönt a magasban. Na most, ha az ember ezt úgy belátja, akkor döbben rá arra, hogy a Pilisi hegyvidéken belül számtalan kőbányát a török kiűzése után, a Habsburg évszázadok idején irreális helyeken kezdtek el megnyitni. Gondoljunk Gyömös fölött a Prépost hegy oldalában fönt megnyitott kőbányára. Az ember elképed. Ezek vagy bolondok voltak, és akkor megint lehet sorolni, vagy ilyenek voltak, vagy olyanok voltak, hogy nagyon ügyes módon valamit el akartak tüntetni. Ennek az úgynevezett szakrális földrajz tábor mozgalomnak most már egy kétségbe vonhatatlan eredménye van. A régi kőbányák kizárólag olyan helyen nyíltak, ahol régen várak, templomok, építmények voltak. Vagyis ez azt jelenti, hogy a földdel egyenlővé tesznek mindent, úgy csinálnak mindent. Ugyanis ez a legalkalmasabb. Miért? Mert a követ a romokból elviszik, utána, hogy ne tudják meg, hogy ott épület áll, természetesen megnyitják a hegyoldalt is. Most a Prépost hegy oldala az ebből a szempontból nagyon tanulságos. Itt van a Duna felé eső oldal. Itt van fent a kőbánya. Na most ez a 4-500 méter magas, és ilyen meredek a Prépost hegy oldala. Hát itt megyünk be a völgybe, és ebbennek a völgynek a egyik pontján van a híres Szentfa kápolna. Tehát ha itt megyünk el, gondolom azért arra már jártunk, hát tényleges ilyen meredek a hegynek az oldala. Tehát ez azt jelenti, hogy amit lehet is sejteni, számtalan tragédia volt. Mert a régi ilyen ipari vágányokat azért lehet látni. Na de onnan fentről ilyen meredeken elindítanak egy vagont. Hát ki fogja ott lent fogadni? Na most addig-addig nyitogatták, ameddig el nem hordtak onnan valamit. Itt viszont rá lehetett jönni nagyon sok mindenre. Szabályszerűen, tehát ezek a szentélyeknek egyfajta típusa, ténylegesen a csipkés hegygerincből alakíthatta ki a maga templomát. Tehát ez azt jelenti úgy, hogy a mai vaskapu szikla. Tehát a gerincnek a csipkéjét addig-addig igazítja, természet készen adja, ameddig egy csodálatos, szinte ilyen égben, égföld lebegő, között lebegő templomegyüttes nem létesül. Na most ezeket viszont a legkönnyebb eltüntetni. Elég egyet robbantani, és az egésznek vége. Ha még mindig túlárulkodó anyom, akkor megnyitom a bányát. Na most így jutunk el viszont ezt az Esztergom mellé, megmondom, hogy miért kerülgetem. Ennek nagyon nagy, nagyon komoly oka van, hogy érthető legyen az igazi ok, az aranybányáknak az oka. Tehát éppen ezért az ember csak kerülgeti, nem néz oda a probléma felé, mintha nem is létezett volna, de pontosan tudunk valamit. Amikor a török ezt a területet, ezt a háromszöget elfoglalja, akkor általában az úgynevezett felszabadítási kísérletek. Tehát az első hullámban soha nem Visegrád ellen, nem Buda irányába, hanem Esztergom. Esztergom a kulcs. És vajon miért? Mert tudtak valamit. Tudták azt, amit ők nagyon kerestek mindig, amikor hódítottak. Hát az, hogy az egész egy arany hegyre épült. Tehát minden áron el akarták foglalni, miért? Na, a zsoldosokat könnyen ki lehetett fizetni. Hát akinek a kezében van Esztergom, az kezében tartja, most mondok valamit, az aranykereskedelmet. Na most ebben az időben megint csak elfelejtünk valamit, hogy végig a 150 év alatt itt egy nemzetközi rabló banda dolgozott. Honnan tudjuk? Hát onnan, hogy a Habsburg uralkodónak, a hozzánk eső dobódott uralkodónak a testvére,
bizonyos időkben a spanyol király. Hát gondoljunk arra, Fernando